Az 5 nap alatt az országból több településről és határon túlról érkezett diákok játékosan, csapatban, tapasztalt katonáktól tanulhattak olyan túlélési, egészségügyi és önvédelmi technikákat, amelyeket a mindennapi életben is hasznosíthatnak majd. A tábor célja az volt, hogy megismertessék a fiatalokkal a katonák mindennapi életét, hogy akár közülük többen is a Magyar Honvédség valamelyik tanintézetében folytassák tanulmányaikat. Szabó Bálint Nagyváradról érkezett. Ő lett a legeredményesebb táborozó. Második alkalommal vett részt a táborban, amely nagy élmény volt számára. Hát nekem az egyik barátom ajánlott a tábort, mondta, hogy egész jó, és hogy próbáljam ki. Ez nekem a második táborom idén, és szerintem ez egy nagyon jó élmény, és hát ha úgy vagyok vele, hogy esetleg katonaként folytatom tovább, vagy csak a katonai iskolában szeretnék menni, akkor szerintem nyíltan állnak hozzá, de ez nem biztos még. Katonai iskolába szeretne menni, ez előnyt jelent majd neki. Az 5 nap hatalmas élményt adott, olyat, amit máshol nem élhetett volna át. Szerintem mindenki elmutatja, aki részt vett a táborban, hogy az önfegyelme mindenkinek megnőtt. Rengeteg dolgot elsajátítottunk a tábor alatt, csomó olyan dolgot, ami a hétköznapokban jól jön, és szerintem mindenki komolyabb lett egy kicsivel. Az egyik résztvevő lány Budapestről érkezett. Elmondta, hogy fura volt, hogy vele együtt csak 3-an voltak lányok, de szerencsére megvolt köztük az összhang. Én mindig új táborokat szeretnék kipróbálni, mindig új dolgokat, és ez is egy új dolog volt, és ezt is ki akartam próbálni, és akkor így minden ilyen honvédségi tábort ki szeretnék próbálni. A zárónapon a tapasztalt katonáktól tanultakból rövid bemutatót tartottak a kadétok szüleiknek, majd átvették az opsitot Pálinkás Tibor a lezredestől.